Elfogadhatónak tartja az MSZP, hogy Ceglédi Csaba cége dolgozzon a DK-s fővárosi kerületeknek, erről írta a Magyar Nemzet. Azt is közölték a szocialisták, hogy ők is átvilágítják az általuk vezetett önkormányzatokat, de ehhez nem Ceglédi cégét bízzák meg. Az MSZP először szólalt meg az ügyben, miközben több ellenzéki párt jelezte már nem tetszését, amiatt, hogy a több milliárdos csalási ügyben a vádlottak padján ülő Ceglédi Csaba ügyvédi irodája kapott megbízást baloldali kerületektől a fővárosban. A DK egyelőre nem bont szerződést Ceglédi Csabával. Az ügyvédi munka fontos része a bizalom, ezért érthető, hogy a DK-s polgármesterek Ceglédi Csabát és cégét bízták meg az önkormányzati szerződések ellenőrzésével. Ezt válaszolta az MSZP a Magyar Nemzet kérdésére. A szocialista párt elnöksége azt is közölte, ők is átvilágítanak több olyan önkormányzatot, ahol az októberi választáson megszerezték a polgármesteri széket, de nem Ceglédi Csabát bízzák meg ezekkel a feladatokkal, például azért sem, mert már nem tagja az MSZP-nek. Ceglédi Csaba ugyanis hosszú évekig a szocialista párt tagja volt. Tagságát azután törölték, hogy a májusi EP választáson felkerült a DK listájára. Most ismét a DK alkalmazza, Újbudán és Erzsébetvárosban is ő fogja átvilágítani a DK kezébe került kerületek korábban kötött önkormányzati szerződéseit. A Niedermüller Péter által vezetett 7. kerülettől évvégéig ezért 2 millió forintot kap majd a Gyurcsány Ferenc bizalmi emberének számító Ceglédi Csaba. Az MSZP-vel ellentétben a DK többi koalíciós partnere, az LMP, a Momentum és a Jobbik is felháborodott a kinevezésen. A Momentum szerint a teljes ellenzék hitelességét rombolja az ügy. A párt szerint rossz üzenetet közvetít a választók felé, az, hogy egy korábban már jogerősen elítélt emberre bízzák az átvilágítást. Ceglédi Csabát ugyanis adócsalás és magánokirat hamisítás miatt a Medgyesi kormány idején 8 hónap börtönre ítélte a bíróság. 2017 óta megszakításokkal újra eljárás folyik ellene. A vád szerint több mint 6,2 milliárdos költségvetési csalást és magánokirat hamisítást követett el egy bűnszervezetben, amelyet ő irányított. Az LMP szerint nem észszerű és nem is elfogadható Ceglédi Csaba megbízása, és bejelentették, törvénnyel kényszerítenék az önkormányzati vezetőket arra, hogy a jövőben a Ceglédi Csabáéhoz hasonló múltú emberekkel a települések ne köthessenek szerződést. A Jobbik pedig az ellenzéki együttműködés megcsúfolásának nevezte a DK döntését. A párt budapesti elnöke szerint hiába való volt az összefogás, ha ezzel azt érték el, hogy a 2010 előtti korszak dicstelen figurái újra előtérbe kerülnek. Nincs miért okunk visszahívni Ceglédi Csabát, illetve ezt a szerződést felbontani, mi kifejezetten büszkék vagyunk rá. A szövetségeseik felháborodása ellenére a DK kitart Ceglédi Csaba mellett, és úgy érzik, semmi okuk nincs arra, hogy felülbírálják korábbi döntésüket.